Teljesen átalakult a Cinema City Arena VIP része. Lecserélődött a kínálat, megváltozott a kiszolgálás, a termek pedig új székeket kaptak. Többek között az újdonságokról és a mozihálózat további terveiről faggattuk Buda Andreát, a Cinema City marketing és PR igazgatóját. Elég sok minden változott. Kezdjük a lobbival. Ugye eltűnt a pult. Ez azt jelenti, hogy a teljes étel és italkiszolgálás, kivéve az alkohol, az önkiszolgáló jelleggel van, tehát ilyen svéd asztalos formában, mindenki van téve, ugyanúgy a saláták, a levesek, a főételek, a desszertek, valamint ugye a mozi büfé termékek, és a néző saját magát ki tudja szolgálni. Az alkoholt pedig a kollégáinktól kell kérni. Szintén úgy gondolom egy pozitív változás, hogy mindenki, aki egyszerre most benn lesz a lobbiba, le tud ülni, és ülve tudja elfogyasztani az ételét. Ugye eddig nem így volt, tehát ilyen koktélasztalos megoldások voltak, most pedig ugye ülve szépen el lehet fogyasztani fél órával a film kezdete előtt az ételeket és az italokat. És a másik változás, amit fogunk látni, az meg a teremben tapasztalható. Ott ugye minden széket, az összes széket, a 176 darab széket kicseréltük újakra, és ilyen nagyon kényelmes, nagyon puha, szuper székek. Ha itt szembeállunk a büfével, akkor én azt javaslom, hogy a jobb oldalról kezdjük el. Vannak zöldségek, amik így össze vannak vágva, és különböző szószokkal így fel vannak tálalva, és van négy saláta. Ezen kívül ugye, mint előétel van egyfajta levesünk, ezek havonta a levesek egyébként fognak változni, tehát az sokkal gyorsabb pörgésben van, mindig szezonális. És aztán vannak a főételek, kétféle pizza van, van két penne tésztánk, ami úgy van, hogy külön van a szósz, és te magadnak annyi tésztát és annyi szószt teszel össze, amennyit szeretnél. Ezen kívül van, mint húsétel, főétel egy stroganoff sertés, van ilyen minifánk, meg különböző ilyen kis pohárdesszertek. A terembe a mozis büfé termékeket lehet bevinni, tehát az üdítők és a popcorn nachos, amit az előbb is kiemeltem, annyi szószt lehet rátenni, sajtszószt is, szalszaszószt is, amennyit akar, mert így néző saját magának tudja önteni, úgyhogy abból unlimited be lehet vinni. Igen, alkoholt is be lehet vinni. Mostani jegyár az 5490 forint a 2D-s filmek esetében, és 5970 forint a 3D-s filmek esetében. Ami változás, hogy lehet most már 3D-s film esetében szemüveg nélküli jegyárat venni, akkor az ugye 240 forinttal kevesebb. Ez körülbelül ilyen 1200 forint plusz költséget jelent az előző jegyárhoz képest. Most, ami így nagyon a közeljövő, az a debreceni 4DX mozit jelenti, ezt március 15-én tervezzük megnyitni. Itt még ebben a moziban több fejlesztés lesz, büfét is meg fogjuk nagyobbítani, még az év végéig Dolby Atmos termeket fogunk itt is kialakítani, meg az Allé moziban is. Jelenleg nincsen terve, hogy IMAX termet nyissunk. Ez ugye az IMAX termeknél, a klasszikus IMAX termeknél olyan, amilyen ez is. Ugye a bevásárlóközpontot, vagy azt a részt legalábbis úgy kell építeni, hogy beférjen ez a vászon. Tehát ugye ezeket a lehetőségeket mindig nézzük, hogyha van rá lehetőség, akkor nem fogjuk elszalasztani szerintem. Ilyen fejlesztések várhatók a mozihálózatban, illetve így változott meg a Cinema City VIP, amely már most elérhető a nagy közönség számára.